napra tisztelet és megbecsülés kifejezésének eseménye. Kipróbálták ilyen balesetet, a tragédiák jelentős része azért következik be, mert nem használjuk a jövőt. Támogatásról és ellátásokról is tárgyaltak a képviselők különösenekre a szexuális. A legnagyobb tisztelet és a legnagyobb köszönet a hölgyeknek, ez legyen a lényeg. Nőnap alkalmából köszöntötték a szekszárdi polgármesteri hivatal vezetői, Gyurkovics János alpolgármester és dr. Gábor Ferenc jegyző az önkormányzat női munkavállalóit március 8-án. 365-ját igyekszünk most egy napba besegíteni azt a köszönetet, amit minden nap meg kellene ott tegyünk. Örülünk az annak, hogy egy ilyen széles, nagy létszámú hölgy Koszorúval dolgozhatunk egyik nap, mint nap. Az intézmény közel 200 dolgozójának több mint 60%-a nő. A virágokat most is a zöld felület karbantartó csoport biztosította a saját nevelésű növényekből. A Nemzetközi Nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak ünnepe. Az első eseményt 1909-ben tartották meg az Egyesült Államokban, akkor még február utolsó vasárnapján ünnepelték a hölgyeket. Március 8-ára 1913-ban került az időpont. Erről Tolnavár megyében sem feledkezett meg a férfiak többsége. Természetesen szoktam köszönteni, egy szál virággal a virágboltba elmegyek, megveszem. Közmunkás vagyok, nem nagyon jut nagyon nagy ajándékra, de azért megpróbálom. Hát persze, megcsinálom, és akkor hazamegyek, odaadom az asszonynak. Szoktam mindig. Éppen most oda fogok menni virágot venni. A hölgyek pedig mindig nagy örömmel fogadják a köszöntéseket, virágokat, ajándékokat. A családom meg szokott köszönteni a férfi tagok, azok már korán reggel. Legalább írnak valamit, férjem az mindig vesz egy szál virágot azért. Tolnán Berta Zoltán alpolgármester Antóni Sándor soraival méltatta a vándorló szépkorúak baráti körének és a helyi idősek klubjának női tagjait a jeles nap alkalmából. Életünkben göröngyös út is vezet. Velünk vagytok akkor is, és nyújtotok kezet. Szeretettel és hálával tartozunk néktek, kik az életünket szebbé és boldogabbá tettétek. Az eseményen részt vett Horváth István Tolnavár megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki egy-egy virággal kedveskedett a vendégeknek. A járvány ellenére a töréngésű betegségek és a rákokozta a legtöbb elhalálozást az Európai Unió tagországaiban 2020-ban. Tájékoztatott kezdve az Európai Unió Statisztikai Hivatal az Eurostat. Az uniós hivatal közlése szerint az unió szabélytalálása. A töréngésű betegségek Dániában, Németországban, Franciaországban és Hollandiában pedig a
biztonsági stimulátort próbálhattak kiszedtek több részén a vállalkozó kezdő autósok. A rendőrség munkatársai az országos útból szintben nevű országos akció során helyezte ki a kisztelt település több részén. A halálos balesetek jelentős része egyébként elkerülhető lenne, ha mindenki beköti magát. Bekattant a helyére a biztonsági öv, és már rajtolt is a szimulátor. Az eszköz azt érzékelteti, milyen 12 km per órával haladva autóval balesetezni. A rendőrség Tolna vármegyei munkatársai most mindenkinek lehetőséget adtak az élmény megtapasztalására. Azért nem kellemes, főleg amikor becsapódik az ember, ahogy visszarántja, itt nekem egy kicsit bevágott. A szemléltető eszköz a jogosítvány megszerzésén dolgozók körében is népszerű, most több oktató is kipróbáltatta a fiatalokkal, milyen beleülni és ütközni. Jöttünk Szekszárdra vezetni, és parkolást gyakoroltunk, és hát itt voltak maguk, és mondták, hogy próbáljuk ki, hogy milyen lehet, mikor ütközünk egy kisebb sebességbe. Eberhard Ferenc autós oktatóként dolgozik. Azt mondja, az eszköz rendkívül hasznos azoknak, akik korábban még nem baleseteztek. Ez egy minimális sebesség volt, és így is elég félelmetes, nagyot csapódik az ember feje. Ugye a kollega mondta, hogy nekem nem csapódott akkor át a fejem, mint a tanulóimé, azért, mert én már karamboloztam, tehát tudom, hogy előre megfeszítem magam, tehát számítottam rá. De abban a pillanatban az ember erre nem számít, akkor félelmetes. A rendőrség két napon át helyezte ki különböző helyszínekre a szimulátort. Az egyenruhások célja az volt, hogy minél többek figyelmét hívják fel a biztonsági öv használatának fontosságára. Folyamatosan mérik országszerte azt, hogy a biztonsági öv használata milyen módon és milyen hajlandóság az embereknél. A járművezetők 85%-a az, aki használja a biztonsági övét, míg a hátulutazók, utazó utasok 60%-ban. A szakértők egybehangzó véleménye, hogy a halálos balesetek jelentős része elkerülhető lenne az öv használatával. A 2021-es statisztikák szerint a halálos balesetek áldozatainak 30%-a nem volt bekötve, pedig a biztonsági öv akár 60%-kal is növelheti a túlélési esélyeket. Az autókból kirepülők háromnegyede ugyanis halálos sérüléseket szenved. Tolna vármegyében a biztonsági öv szimulátort két nap alatt több tucatnyian próbálhatták ki. Köszönjük a Belügyminisztérium honlapján a tavalyi évben adott 100 legnépszerűbb fiú és lányszeres nevet, a statisztikákból pedig több érdekes tendencia is kirajzolódik. Tessék szakad dobogóról a máték. A fiúknál új slágernél került az első helyre, mivel az elmúlt évtizedben rendre a top 10-be szereplő Dominik 2022-ben fejlett a kulcsra. Tavaly 1330 fiú gyermeknek választották ezt első utóni filmaszülőt. A dobogó második fokára növekvő népszerűségnek érvendő Olivia fért oda, 1149 névadással, a harmadik leggyakoribb keresztény pedig a Lavendel lett, 1130 névvel. A lányoknál nem történt változás az élen, több mint egy évtizede tovább bejutott Hanna a legnépszerűbb utónév, 1131 névadással. A második helyre a 2016 óta egyre felkapottabb Léna jött oda, 977-tel, a harmadik pedig a tavalyhoz képest egy pozíciót vetítő Zoli lett, 956 névadással. Többek között rászorultságtól függő ellátásokról és lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról is tárgyaltak a Szexádi Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság legutóbbi ülésén. A képviselők egy támogatási kérelmet is továbbítottak a közgyűlésnek. A Szekszárdi Önkormányzat Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának legutóbbi ülésén 6 napirendi pontot tárgyaltak a tagok. Egy nyílt üléses napirendi pontunk volt, a Pécs Normandia Lions Club nyújtott be támogatási kérelmet, de sajnos, mivel a Szociális Bizottságnak jelenleg nincs kerete, ezért el kellett. Nem elutasítottuk, hanem a közgyűlésre tovább küldjük ezt a támogatási kérelmet, és a közgyűlés fog dönteni az elutasításról vagy a támogatásról. A zárt ülésen pedig a szociális rászorultságtól függő ellátásokról is döntöttek a bizottság tagjai. Az ülésen emellett még lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról tárgyaltak a képviselők. Az életkor szerinti megosztás alapján továbbra is a középkorúak a legaktívabbak az ingatlan piacon.
A legtöbb tranzakciót a 40-49 év közötti korosztály kötötte 26,5%-kal, közölte az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő hálózat szerdán. Az elemzés 2022. október és 2023. február közötti időszakra terjedt ki, megállapította, hogy a második helyen 24,7%-kal a 30-39 év közötti generáció áll. A 60 év feletti ingatlan vásárlók aránya 14,5%-ot tesz ki, míg a 70 év felettieké mindössze 3,6%. A közleményben arra is kitértek, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen visszaesett a hitelből vásárlók aránya, de az állami támogatásokat is jóval kevesebben veszik igénybe. Ezzel párhuzamosan azonban nőtt a készpénzes vevők hányada, országos átlagban már a 76,1%-ot is eléri. A fűtési szezon végéhez közeledve még mindig javában dolgoznak a telepek azon, hogy ki tudják szolgálni a lakossági igényeket. A tűzifa beszerzést már a következő szezonra is megkezdte a lakosság, az árak tekintetében egyelőre nem látni csökkenést. A tűzifát aprítja a gép a Tamási tűzép fakert telephelyén. A kereslet még mindig nem csökkent, így a fűtési szezon végéhez közeledve sem, hangsúlyozta a tulajdonos. A rendelések száma az nem csökkent, és hát még talán növekedett is. Nekünk viszont olyan problémáink vannak, hogy alapanyagellátás nagyon nehézkes. Egy állami erdészettől szereztük be eddig nagy mennyiségben fát. Viszont most a hatósági áras lakossági tűzifa miatt olyan mértékben megnövekedett az igény az erdészet fele is, hogy minket alig tud kiszolgálni, vagy szinte nem is tud kiszolgálni, hanem egyéb forrásokból próbáljuk beszerezni a feldolgozandó tűzifa mennyiséget. A 2022-es év végi fűtési szezonban nagyobb igény mutatkozott a fa iránt, mint a megelőző évek alkalmával. A faaprító gépet teljes kapacitással napi 8 órában működtették a telepen, de még így is megesett, hogy fennakadás volt a vevők kiszolgálásában. A munka azóta se csökkent, számos megrendelő várja a tűzifát, hogy kellően kiszáradjon az a következő téli szezonig. Az alternatív fűtőanyagok iránt igen nagy kereslet mutatkozott ez idáig. A szenet is közel 20 kamionnal eladtunk ebbe a szezonba. Elsősorban természetesen a árba legszerényebb áru szén, a magyar külszíni fejtésű szénre volt igény, ami szinte ugyanannyiba kerül, mint a fa. És hát nagyon sokat elvittek, fabrikátből is sokat elvittek, mert az meg olyan szárazságú, hogy azonnal lehet vele áttüzelni. Hát annak az ára is azért eléggé felhúzott. A tűzifa árának mérséklődését egyelőre nem látni még. Páros és csoportos cigánytánc kategóriában lehetett nevezni a kaposfői Roma Kini Tudra. Az előadásokat egy öttagú zsűri értékelte. A közösségépítő rendezvényt a Napkerék Egyesület, valamint a Kaposvár-Somogy vármegyei tehetségsegítő szervezte meg. A roma tánckultúra témakörében szerveztek Kini Tudot néhány nappal ezelőtt Kaposfőn. Valójában bizonyára a nagy közönség is ismeri azt a problémakört, hogy a cigány kultúrának az ápolása az nagyon sokáig nem érvényesült. És csak olyan magánjelleggel autentikusan végezték az emberek otthon, vagy szükebb családi körbe. És majd egy később időszakban érezték azt az igényt, hogy ezt ki kell szélesíteni, és létrehozták azokat a csoportokat, együtteseket, zenekarokat, amelyekkel valóban a roma kultúrát, és itt válogatás nélkül, hogy milyen fajta roma kultúráról van szó, tudták bemutatni. A szólóban és csoportban is színpadra lépő Ignác József is régóta táncol. Vannak próbáink mindig, ilyen hetente kb. És mindig ott tanulok új lépéseket, meg ilyeneket, és
ott tanultam meg itt táncolni. Ezek a rendezvények a szakértők szerint a többségi társadalom számára is érdekesek lehetnek, hiszen megmutatják a fiatalok kötődését saját táncaik iránt. A Kaposvár-Somogy megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület roma tagozata 15. alkalommal szervezett ilyen seregszemlét. Ezt a mai rendezvényt is az egyesületünk anyagilag is támogatta. Pontosan tudjuk, hogy ezeknek a civil egyesületeknek a forrásaik nagyon kevesek. Ezért mi lehetőséget teremtünk, hátha találunk tehetséges fiatalt, és ezeknek a feltételrendszerét akarjuk megteremteni. Ezért vagyunk itt, ezért segítjük őket. Az előadások után egy 5-tagú zsűri értékelte a látottakat. A Somogy Tánc Együttes egykori tagja, Rónai Balázs pedig szakmai tanácsokkal látta el a fiatalokat. Napja új kollégát köszöntettek a Kaposvári Béke utcai tagóvodában. Egy óvodási. A fiatal ember könnyen beilleszkedett, barátságos és nyitott személyiségét a gyerekek és a nevelő testület tagjai is hamar elfogadták. Sok türelemmel játékosan neveli a gyerekeket az új óvóbácsi a Béke utcai tagóvodában. A 2 hónapja itt dolgozó pedagógus könnyen megtalálta a közös hangot a kicsikkel. Igazából mindenképpen emberekkel szerettem volna foglalkozni, mert eléggé empatikus embernek tartom magam, és így jobb, hogy a picikkel foglalkozok. Tehát nekik átadni azt a fajta mentalitás, gondolkodásmódot, amit képviselek, ez számomra öröm és boldogság. Az intézmény vezető elmondása szerint az új kolléga felkészült és fiatal kora ellenére tapasztalt is. Árad belőle az őszinte gyermekszeretet és a munkahelyi közösségbe is hamar beilleszkedett. A Laci csendes, nagyon kedves a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy megtalálta a párját és a helyét, mert nagyon jó beilleszkedett, mint a csoportba, mint pedig az egész intézménybe. Az ifjú pedagógus szeretné magát továbbképezni a jövőben. Tervei között szerepel a dráma pedagógia alapjainak elsajátítása. Emellett az Itted Rá elnevezésű nevelési program is érdekli, amely a hagyományos népi játékok segítségével fejleszti a gyermekek mozgáskészségét és zenei hallását. Született az animációs film kategóriában. A 10. Total Film Filmfesztiválon a legjobb animációs filmet járó díjat hozta el Helstad Martin pécsi filmrendező. A megméretetés 10. alkalommal rendezték meg Felgyomáton, ahol 400 felszín filmet tekintett meg a zsűri. 6 évvel ezelőtt a pécsi származású Helstab Martin filmrendező elnyerte a Total Plan Filmfesztivál fődíját. Most a 10. fesztiválon pedig a legjobb animációért járó elismerést vehette át. Martinra jellemző, hogy az ember és természet viszonyát sajátos szemszögből vizsgálja, majd animálja. Decens disznóságok a legújabb filmem, ami tavaly nyártól év végéig készítettem, és ugye előtte úgy 5 évig készítettem az Azon Pari című nagyjátékfilmet, ami rengeteg energiát kivett belőlem, viszont azt nem nagyon tudtam így fesztiválokon vetíteni, mert egy nagyjátékfilmet azt nehezebb például itthon bemutatni fesztiválokon, és szerettem volna egy kis játékfilmet csinálni, ilyen felüdülésnek, és lett is egy ötletem pont, a Decens disznóságok címmel. Helstab Martin Decens disznóságok című 8 perces animációs filmje nagy sikert aratott a rangos zsűri táborában. Története pedig elgondolkodtató. Egy vaddisznónak az elfogásáról szól, így a történetét illetően, viszont ami mélyebben mögötte van, az az, hogy az állatnak a perspektívájából mutatom be azt, hogy milyen, hogyha elfogják, és nem Disney-sítem le, mert a Disney-nél, hogyha elkapnak egy állatot, akkor az állat úgy gondolkodik, mint egy ember, és úgy beszél, viszont a valóságban meg egész más lehet a percepciójuk egy ilyen helyzetről. A filmes siker a 10. Total Plan Filmfesztiválon a legjobb animációs filmért járó díjat nyerte el. Az országos megmérettetés 10. alkalommal rendezték meg Celldömölkön, ahol 400 percnyi filmet tekintett meg a zsűri. A filmrendezőnek már több filmje aratott nagy sikert különböző fesztiválokon, itthon és külföldön egyaránt. A tragédiát jelentős része azért következik be, mert nem használjuk az ügyenségére. Támogatással és ellátással is tárgyaltak a képviselők külésülött a megszállítása. Kizika, nem tudja lehetőségeket a különböző megjelenni.
Csütörtökön délelőtt élénk szél mellett egy hege zömében erősen felhős borongós idő ígérkezik, szorványosan a kisebb esővel. Délután hideg front érkezik térségünkbe. Éjszakára legyengül és délire fordul a szél, eleinte kevés lesz a felhő, majd újból befelhősödik az ég, és szorványosan ismét lehet számítani kisebb esőre, zápor esőre. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor ezt osszák meg a műsorban. Köszönöm szépen!